Itt van előttem Suhajda Szilárd felszerelés listája a Monteveres csúcstámadásához, ez egy május 20-ai írás. Ebben technikai dolgokról van szó, emberekről nem, vagy csak kevésbé. Hogyan lett ön ennek a, az expedíciónak a sajtósa, miközben tudtommal, de száfoljon meg, eredetleg nem ön volt? Spontán. Um. Valóban ez így van. Az expedíciónak a sajtós, a kommunikációs egyszemélyes csapata, egyszemélyes a Szilárd felesége legindi téma volt, és mondhatjuk, hogy most is az. Engem ugye oda hívtak együtt közösen szurkolni. De miért? Barátok, nagyon jó barátok vagyunk Szilárd -e, mivel Én ugye nagyon régóta foglalkozom már hegymászó újságírással, így ismertem meg, ennek kapcsán ismertem meg Szilárdot. Elég közös hullámhosszon voltunk sok mindenben, és így ebből kialakult egy barátság, és még mellette nyilván médiapartnerként is kvázi dolgoztunk együtt, ami igazából egy ilyen kötetlen történet volt. Mi voltunk a szakmai felület, ahol, ahol extra dolgokat mi? tudtunk írni. Ami az a mozgásvilág.hu és, és engem azért hívtak oda, hogy szurkoljuk együtt végig a Ugye szurkolni együtt, ugye BL döntőt, a válogatott meccseket szoktak, ebben az esetben a szurkoljunk együtt, az mit jelent? Gyakorlatilag annyit, hogy amikor Szilárd elindult az utolsó szakaszra a csúcstámadásra, május? szokták így nevezni, május 23-án este 21 óra 05-kor, akkor az volt a projekt, hogy kedden este 23-án én elmegyek hozzájuk, és azt hiszem egyébként egy-két partner még ilyen szempontból szintén a szoros társaságból volt Ki? erre invitálva. Nem tudom pontosan név szerint megnevezni őket egy-két egy, -két, egy -két szorosabb támogató partner, de azt hiszem talán egy ember jött el, aki tényleg így nagyon közelének érezte ezt az egészet, és, és ott leültünk gyakorlatilag, hogy együtt kövessük végig az ő útját, a nyomkövetőjét figyelve, és várhatóan a másnapi csúcsraérést együtt ünnepelve gyakorlatilag. Tehát a Mint az amerikai értelmi. filmekben, amikor az ügyvédbolytárok oda költöznek a híres ügyvédhez, ott töltötte a napjait, vagy ez enyhe túlzás? Ez nem enyhe túlzás. Végül ez lett belőle, és én öt napig ott voltam, pontosabban egyetlen szünettel, először három napig, abban a ruhában, ahogy és aztán utána el kellett jönnöm egy, egy rövid időszakra, de aztán visszamentem még, mert akkor már az operatív mentési munkálatok zajlottak, és végig próbáltam segíteni Timinek ebben, pontosan tudva azt, hogy, hogy egyedül van ebben a, ebben a helyzetben. Jó választás az, hogyha valakinek a kommunikációs partnere a felesége? Azt gondolom, hogy ez nem az én feladatom eldönteni, Um, Annyi minden nehéz. volt menet közben Nyilván a feladat, ami kiderült. Igen. Tehát ez egyfolytában határeset az ön szereplése, miért pont ez van azon kívül? Um, ezt nem pontosan értem. Hát, hogy a feleség mennyire alkalmas ennek a szerepnek a betöltésére. Én azt gondolom, hogy tökéletes mértékben helytállt abban a szituációban, um, Elképesztő nyomás volt rajta, és... Hát éppen emiatt. Van igen. egy olyan érzelmi összeférhetetlenség, amely egy bizonyos pillanatban őt alkalmatlanná teszi arra, de nem sojda szilárd esetében, bárkinek az esetében. Én nem éreztem egy percig sem azt, hogy ő bármire alkalmatlan abban a szituációban érzelmileg felfokozott, felfokozott idegállapotban volt. Ez teljesen egyértelmű. Én is abban voltam, hiszen én is érintett vagyok ilyen tekintetben. Uh, ugyanakkor azokat a higgad döntéseket, amiket uh, a, a mentés kapcsán meg kellett tenni, uh, azokat a nyilatkozatokat, amiket elvárt tőle gyakorlatilag a jelenlévő média, azokat tökéletesen professzionálisan lehozta. Itt igazából kapacitásbeli uh, hiányosságok voltak, és, 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 ezekben próbáltam én segíteni, mert egyszerűen akkor volt a nyomás, és annyi volt a feladat, amikor kezdett rosszra fordulni a történet, hogy ott gyakorlatilag. Uh, mit azt nevezünk tegyen, annak, hogy rossznak, rossz, rosszra fordult a történet? Amikor láttuk azt, hogy, uh, hogy nagyon-nagyon későn még nagyon-nagyon magasan van. Mi azért abban nagyon komolyan bíztunk, hogy Szilárd meg fogja tudni hozni azt a döntést, hogyha vissza kell fordulni, akkor visszafordul. És amikor, amikor ugye mi nem tudtunk már a kapcsolatba lépni vele, de a jeladója adott egy olyan pontot, ami ugye ez a 8795 méter magasság este 19.30-kor, akkor tudtuk, hogy nagyon-nagyon késő van, és, és, és onnantól kezdve valamit lépni kell. Sőt, hát igazából a lépés az már korábban elkezdődött, mert így nem tudtunk vele kapcsolatba lépni de a kommunikációs vezető, aki egyben a feleség is, és gyermekük anyja, valójában milyen szerepkört visz? Kifelé kommunikál, vagy befelé is? Elsősorban kifelé kommunikál, másodszorban egyfajta hátteret ad, de azt ebben a szituációban mindenkinek tisztán és világosan kell látnia, hogy ebben a projektben Szilárd a mászó, Szilárd a stratégiai tervező, Szilárd a végrehajtó az ő döntéseit megkérdőjelezni kívülről nem nagyon van joga lehetősége senkinek. Ő erre nem kért föl egy másik hasonló kaliberű mászót, valakit, aki, aki esetlegesen, akiről ő úgy gondolja, hogy ott lenne a hely egy ilyenben, mint mondjuk egy technikai vezető, aki adott esetben nyers tanácsokkal látja el őt, ezt a stratégiát, ezt ő határozta meg, az, hogy miért ennyire lazán és ennyire kitolva a határait mondjuk egy visszafordulásnak, ez erre csak ő tudna válaszolni, nyilván ennek vannak okai. Uh, ugyanakkor, uh, ugyanakkor ezt megkérdőjelezni nekünk semmilyen jogunk nincsen. Ugye ez végig fogja kísérni a kettőnk beszélgetését, az a moralitás, ami a mászó helyzete és a többiek helyzete között van. De lépjünk vissza egyet. Apukámat szeretném idézni, aki orvos volt. Szerette a sportot amikor én már nagyobb voltam, és tudtam többé-kevésbé az eszemet, én sportolni őt nem láttam, de korábban sportolt. Sijelt például. De számára az ökölvívás, a súlyemelés nem volt sport. Elsősorban annak egészségkárosító hatása miatt. Mit kezdjek én, dr. Fiala Ervin fiaként azzal, hogy van egy sportnak nevezett valami, aminek az egészségkárosító hatása, különös tekintettel arra, hogy több válfaj van, de Sohajda Szilárd ugye az oxigénpalasz nélküli mászást választotta, hogy miért erről még szintén lehet, hogy beszélgetünk, amely abban a kategóriában, amit apám leírt, a súlyemelés és a box mellett van. Mondhatja azt, hogy passz, de azt nem mondhatja, hogy nem érti a kérdést. Értem a kérdést, maximálisan értem a kérdést, sportriporter vagyok. Én azt gondolom, hogy az első. -sport... Nem sportriporter. Adott esetben apa. Adott esetben csak gondoljon bele abba az amerikai filmbe, amely ugye azt mutatta ki, már nem tudom melyik amerikai sport kapcsán, ez az én hiányosságom, hogy a, a, a fejelésekből adódóan hány pontszerű bevérzés jön létre, aminek következtében 40 éves kora után a professzionális játékosok parkinzonosak lesznek, a legkülönbözőbb betegségük van. Ez így van. A sporti portességet abból a szempontból hoztam fel, hogy van rálátásom arra, hogy melyik egyben sport. egy buborék is lehet. Lehet egyben egy buborék, azt szerettem volna ebből elmondani, hogy válaszoljak a kérdése, hogy az élsport, mint olyan, az nem egészséges. Teljesen mindegy, mely sportállat nézzük. Nagyon kevés olyan élsport van, ahol tényleg nincsen semmiféle fizikai kárvány. Kevés olyan élsport van, amiben be lehet halni. Ezt meg tudom erősíteni, azt gondolom, hát, hogy igen. Attól az fő, pedig, kimedé... aminek ön a kommentátorává vált, az egy ilyen sport. Ez egy ilyen sport. De az megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mekkora az esélye abba, hogy valaki ebbe belehajjon. Mert ugye itt megint az a történet jön, hogy igen, itt most egy tragédiáról beszélgetünk. A kérdés az, hogy százalékban mérjük el, ha önnek rokona, akkor elég egy. Erről van szó. Ez, ez, tökéletes megközelítés, de összességében, hogyha most a sportot akarjuk megítélni, hogy annak mennyire a veszélyesség, mennyi, tehát mi a veszélyességi faktora, mekkora a halálozási aránya, akkor azt is vizsgálni kell, hogy hányan másznak sikeresen, hányan térnek haza, és hány embernek nem lesz semmiféle károsodása ez alatt a sportáknak a művelése során. Nagyon nem mindegy, hogy valaki mondjuk hobbi szinten csinálja ezt, fél profi szinten csinálja ezt, profi szinten, csinálja ezt. És, és Szerintem a, küzülés... a buborék beszélőmből. Ha az ön fia vagy lánya, ha van, ilyen sportra adná a fejét, három pont. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egyrészt nem, tehát ha objektíven akarjuk a sportágat ítélni, akkor nem beszélhetek apaként, anyaként erről a sportágról. Engem arról kérdeznek, hogy maga a sportág mennyire veszélyes. Oké, én azt mondom, álljunk is még. Én azt mondom, hogy Mi van akkor, hogy de... én azt mondom önnek, hogy ez nem sport? Mi ebben a sport? Ez nagyon érdekes megközelítés. Én azt gondolom, hogy minden... Magasságra nem megy, mert az adott. Tehát itt nincs olyan, hogy magasabb. Ha valaki egyébként a, a hegycsúcs fölött tud lebegni, hát az egy olyan képesség, oké, okay, akkor azt, azt megsüvegelem. Uh, időre nem megy. Akkor ez mi? Ön összekeveri a sportot a versenyzéssel. A sport egy olyan tevékenység, amelyben az ember fizikai és mentális kihívásoknak felel meg, teljesítményt ad le valamilyen cél elérése érdekében, amelyben esetlegesen mások is részt vesznek, nem feltétlen versenyben, hanem egy adott teljesítmény elérésében, akár időben eltolva, és ehhez fizikai és, és mentális teljesítményt kell leadni. Én azt gondolom, hogy Mi a sport a, sport, a én sétálok, és lesz hogyha sport. én egyébként felmegyek a Himalájára, miközben a sétát nem nevezzük sportnak, ezt pedig önsportnak nevezi. Ahhoz, hogy oda föl tudjon menni úgy, ahogy mondjuk a Szilárd próbálkozott, ahhoz egy olyan edzésmunkát kell elvégezni, mint egy olimpiai bajnoknak. Ettől kezdve szerintem nem lehet megkérdőjelezni ennek a sport jellegét. Maximum nem lehet érteni, de ettől függetlenül ez még sport. Azzal együtt, hogy később írásaiban szó van arról, önnél is, Sojda Szilárdnál is, hogy ennek hányféle verziója van, hányféle ügynökség létezik, és hogy egyébként, ha valaki oxigénpalackkal mászik, akkor akár egy fél éves felkészülés után, hogyha egyébként fizikailag fit, akkor meg tudja csinálni. Ha kivonom az egészet, az, oxigénpala ha kivonom az, egészből az oxigénpalackot, attól lesport. Én azt gondolom, hogy attól lesz igazán komoly sporteljesítmény. Én azt, ettől függetlenül azt gondolom, hogy aki palackkal mászik és sportteljesítményt végez, annyi a különbség, hogy ő mondjuk egy 6500-7000 méter magas csúcsot mászik meg a levegő hiány miatt, az oxigén hiány miatt, de ahhoz szintén le kell tudni adni egy fizikai sportteljesítményt, csak kevesebbet, mint ahhoz, aki oxigén nélkül mászik, és jóval többet annál, mint ami a sétához kell. Értem, amit mond, de minél többször hallgatom, minél többször látom, és ugye volt módom önt látni, sajnos. Um, annál kevésbé értek vele egyet. Én azt értem, alapvetően egy dolgot értek. Önök nem is, hogy buborékban élnek, hanem valaminek a bűvöletébe kerülnek, és ebben a bűvöletben nem tudnak úgy gondolkodni, mint én, aki a bűvöleten kívül van. Én véletlenül gondolom az, hogy nekem igazam van. Uh -huh. Én csak egy olyan aspektust biztosítok, amely aspektussal önök a saját nézetük visszaigazolása érdekében nem szívesen vagy egyáltalán nem foglalkoznak. Nem gondolom, ezt ilyen, ilyen sarkosnak. Én elfogadom egyébként, hogy, hogy akit mondjuk nem érint meg a hegyek világa, vagy bármilyen más Megérés, extrém sportnak nem a ezt... világa, együtt a teljesítménnyel nézve. Én elfogadom, hogy ezt nem feltétlenül tudja magáévá tenni valaki, vagy, vagy ilyen szinten megérteni, akár elfogadni, tehát ezzel, ezzel én, tehát ezzel nekem nincsen bajom. Van egy elég nagy rétege az embereknek, akik viszont ezt szeretik, művelik, csinálják, akár kockázattal, akár kockázat nélkül. Ezeknek a motivációról egyébként érdemes elolvasni, nemrégiben Nedecki Júlia adott egy nagyon nagyszerű interjút, ő ugye hegymászó és pszichológus egyben, a belső motivációról és a kockázatoknak ezt, a vállalásáról. Én ezt mind értem, de az én szememben ez akár szenvedélybetegségnek is nevezhető, és a szenvedélybetegséget nem nevezem sportnak. Lehet egy ilyen aspektusa is. Azt gondolom, az, az hogy szenvedélyről szól a történet, az szerintem ezen a szinten teljesen egyértelmű. Hogy betegsége arról, arról azt hiszem, hogy olyanoknak illik vitatkozni, akik, akik ilyen szinten birtokában vannak orvosi vagy egyéb dolgok, egyéb tudásnak. Én csak um, felvettem a lehetőségét. Én azt gondolom, az én hogy szememben. a szenvedély a simán. Ez egy függőség. Ez igen, ez, 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 ezt, ezt tudom adni egyébként, hogy ez függőség. Ettől még szerintem az nem törli ki a sport jellegét. A sport is lehet függőség. A futás, a még több futás, a még, még több futás. Nagyon jól beszél. Az alapvető különbség a többi sport és e között, hogy eljön egy olyan pillanat, amit ráadásul ön nem tud kiszámítani, se az, hogy bekövetkezik, se az, hogy nem következik be, se az, hogy mikor következik be, amikor az ön által sportolónak nevezett személy elveszti a józan képességét. Eljöhet egy ilyen pillanat. Ezt mondtam. Eljött. Eljöhet. Eljöhet. De most onnantól kezdve ez nem sport. Ha meglátja a boxban, az apám által nem szeretett boxban, a bíró, hogy valaki egy ütés által megrendül, még orvost is behív, és könnyen lehetséges, hogy lelépteti. Az a felettes én, ami egyébként Sojda Szilárdában önmaga lehetett volna, vagy lehetett volna egy másik ember, ez az ő esetében nem szólalt meg. Tiszteletben tartom a család döntését. Tiszteletben tartom, hogy mindenki eldöntheti azt, hogy a saját életében mit kezd. De mi most beszélgettünk valamiről, és ennek kapcsán különböző lehetőségeket vetek fel. Nagyon fontos lenne azt a részét kiemelni, hogy úgy megítélni ezt a szituációt, hogy valaki nem ismerte szilárnak sem a felkészülését, sem a stratégiáját, sem azt, hogy miért választott ilyen hosszú időt, sem azt, hogy szilárnak milyen hangja van, élőben, valóban egy műholdas telefonbeszélgetés közben, egy csúcsmászókör közben. Ez alapján megítélni azt, hogy ott konkrétan a döntőbírónak bele kellette volna, illetve hogyan kellett volna beavatkozni ebbe a meccsbe. Azt nem tudják megtenni. Ez szerintem nagyon fontos leszögezni. Mert mi, akik ott voltunk, mi ismerjük Szilárd előéletét, ismerjük a motivációit, ismertük a stratégiáját, azt is, hogy ez a stratégia egy nagyon-nagyon kifeszített stratégia. Tudjuk, hogy hogyan beszél a telefonban, amikor nagyon rosszul van, amikor beszéltünk vele, mondta, hogy nem vagyok jól, de nem úgy beszélt, mint aki nagyon rosszul van. El teljesen másképp jön ki a tévén egy, egy kivágott telefonbeszélgetés a, televízión keresztül nézve, mint ahogy ezt mi ott meghallgattuk. Illetve vannak is csak egy része, tehát nem, nem minden feltétlenül, nem mindenki látta végig a, a, teljes beszélgetést. Azok a kérdések, amit ilyenkor el kell, amiket fel kell tenni ilyenkor, azok elhangoztak, ezekre ő gyors és egyértelmű választ adott, és a válaszokból az is kiderült, hogy tisztában van vele, hogyha nem 3-4, hanem 6-8 óra, akkor az nehéz. Hát ez, mikor volt ez, a ez az utolsó beszélgetésünk volt, este fél, oh, bocsánat, délután fél kettőkor, ott, ott Oszon... idő szerint, délután fél 24-én, délután fél kettőkor 8630 méteren. Onnan még a csúcs volt 210 pár méter. A sebességéből lehetett... Egy... milyen hosszú beszélgetés volt, és mi volt benne? Hát ha erre most így tudnék emlékezni fejből, akkor, akkor annak nagyon tudnék hogy rövid beszélgetés volt nekünk, egy örökké valóságnak tűnt. Milyen kérdések hangoznak el ilyenkor? Ilyenkor elhangzik a kérdés, a hogy vagy kérdés. Elhangzik az utána, amikor információkat ugye kap az ember a mászótól. Szilárd elmondta, hogy fáradt, de, de, de megy tovább. Elhangzott a kérdés, hogy, hogy ha, fel tudsz tehát ha felmászol a csúcsa, biztonságban el fogod-e tudni érni a négyes tábort, erre meggyőző igenne válaszolt. Sőt, maga mondta, amikor arról volt szó, hogy mennyi idő lehet még hátra a csúcsig, akkor ő maga mondta, hogy ha 3-4 óra az jó, ha 6-8, akkor az nehéz. Tehát tudott gondolkodni tisztán, gyorsan válaszolt a kérdésekre. Nekünk ez az az információ volt, hogy szilárd, még képben van, még akkor is, hogyha nagyon fáradt. Az, hogy az ember rosszul van abban a magasságban, tehát fizikailag legyengülve, az egy teljesen alapkiinduló állapot, ez mindenki így van. Okay. Azt én, hogy ez én hogy Vitatom ez... azt, hogy a sport, hogyha valaki egyébként a teljesítő képességének a határán van, az extrém körülmények miatt, azt egyébként valaki pártolhatja. De én tiszteletben tartom azt, amit ön mond, de az extremitása az egyre nagyobb betűkkel van előttem. Merni kell belevágni új dolgokba, újra terveztem Sojda Szilárd hegymászó interjú. Sojda Szilárd. Fent a hegyen csupán két dologra koncentrálunk, mindent megteszünk azért, hogy elérjük a cél, tehát a csúcsot, és hogy le is tudjunk onnan jönni. Ha közvetlen életveszélyt jelent a mászás, inkább visszafordulunk, emiatt a hegyen nagyon tiszta döntési helyzeteink vannak, a külvilág, a média, a szponzorok várakozását várakozásait kizárjuk, hiszen az az életünkbe is kerülhetne. A tévedés minimális kockázatával el lehet mondani, hogy a szilárd rosszul döntött. Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. És mi tökéletesen bíztunk azért tudásában, az ítélőképességében. Korábban nem volt arra példa, akármilyen magasságban járt, hogy nem tudott tiszta döntéseket hozni. Nem merült föl bennünk, ha még két forrával arrébb megy, és belátja, hogy nem fog elérni a csúcsot, akkor nem fog tudni visszafordulni. Látja ebben a saját felelősséget? Nem. Látja ebben a, felelő, a felesége felelősséget. Ezt szeretném leszegezni a hegyen, a mászó dönt. Kizárólag. Itt nincs felelősségi kör. Ez nem egy vezetett túra, ez nem egy, nem egy szervezett program. Itt a mászó kitűz magának egy célt. Felkészül rá, a legjobb tudása szerint, oda megy, és megpróbálja megvalósítani, és ha ezek a döntések rosszak akkor adott esetben ez az életébe kerülhet. De ezt a döntést csak és kizárólag neki van joga meghozni. Az, hogy én ezután mondjuk hányszor gondolom végig, hogy mit tehettem volna én másképp, tudtam-e volna segíteni, az az én teljesen privát harcom, gondolkodásom, stb. Ezt én értem most. De, de nem. Tehát ez nagyon-nagyon fontos leszegezni, hogy nem lehet másra tolni a felelősséget, mint a mászóra. Én ezt értem, ön ezt mondja, én ennek azért különböző a lehetőségeit felvethetem. Legfeljebb ön nem fog velem egyetérteni. férét és ne essék. Uh, engem a közvélemény haragja már sokszor üldözött, ez nem nagyon befolyásolt engem, és nem is csak azért is kérdezem azt, amit kérdezek. Alapvetően kérdezek, bár van benne gondolat is, mármint a saját gondolatom, de a felelősség kérdése megkerülhetetlen, hiszen akkor egyébként azt lehet mondani, hogy Sojda Szilárddal az történt, amit megérdemelt, bármennyire is szörnyű ez a mondat. Nem biztos, hogy van... A döntésének, a rossz döntésének ez lett a következménye. Isten, a természet, valami harmadik így döntött. Ez az utóbbi megfogalmazás már korrektebb, azt gondolom. Az, hogy mit érdemelt meg, vagy mit nem, az, az nem hiszem, hogy ide való az érdemes, nyilvánvaló idézőjelben minden cselekedetünk, hiszen ön is időnként arról beszél, hogy hogyan futnak át emberek a zebrán, és nem törődnek azzal, hogy ezzel hogyan kockáztatják a családjukat, mert egyébként elütik őket, mert úgy veszélyeztetik az életüket, ami ahogy egyébként nem lehet. Mondott ilyet. Mondtam, de a, de a, mondat nem úgy ért véget, hogy és akkor megérdemlik, hogyha bármi baj van. Tehát ezt a részét vitatnám csak, de egyébként abban igaza van, hogy valóban az ő döntésének a sorozata végén bekövetkezik valami, ami, ami egy másik döntéssel lehet elkerülhető lett volna az ő részéről. Ugyanebben az interjúban mondja, valóban sok időt töltök a hegyekben, nem tagadom, lehet, hogy ez önzőnek tűnik. Sosem vártam el azt a családomtól, hogy megértsék, miért szeretem a hegymázást, csak azt szerettem volna elérni, hogy elfogadják. Szerencsére a szüleim az első pillanattól támogattak, és a barátnőm, illetve most már a, ugye akkor, még csak barátnője volt, és hegymászó, így ő sem vett zsákba macskát. Hol kezdődik és hol végződik az önzés? Ez jó kérdés. Um, nem tudom, hogy erről nekem kell vélemény nyilvánítani. Um, ahol az ember egyéni célokért küzd, én azt gondolom, az igen, az tekinthető ne el, kívülről Valaminek a sajtósává válik, ahol egyébként permanensen azt mondja, hogy ez nem az ön feladata, ebbe belemegy, amit értek. Csak értenem kéne azt, hogy minek a függvényében válaszol, vagy azt mondja, hogy ez nem az ön dolga. Én a sajtós az én szememben egy olyan dolog, ahol az ember pénzért, de az ön esetében teljesen nyilvánvaló, itt ugye talán pénzről nincs is szó, nincs. hanem a dologgal való egybeforrás következtében vállalja el. Ennek az egybeforrásnak hol vannak a határai? Mert ma már legalább két vagy három határhoz elértünk. Nem Hol válik vállalhatatlan ez a feladat? Vagy az ön szemében soha? Ebben a szituációban én azt gondolom, hogy egyetlen feladatom volt úgy segíteni a létező összes tudásommal uh, Timit ebben a szituációban, meg az egész szituációban. Hogyan tudja hát ön segíteni a feleséget? Azzal, hogy megpróbálok levenni terheket a válláról, Milyen segítek neki kommunikálni, uh, átveszek esetleg feladatokat a sajtónak a kiszolgálását adott esetben kérdésekkel kérdésekre válaszolva. Megpróbálni, Muszáj megpróbálni. a sajtónak a rendelkezésére állni olyan pillanatokban, ahol egyébként a filmekben is, és nagyon sokszor más szituációban elhárítják a sajtó érdeklődését, mert ennél fontosabb dolgokra kell összpontosítani. Én azt gondolom, hogy nem muszáj, sőt, az egy döntés kérdése, hogy, hogy egy ilyen szituációban van-e ott kamera, vagy nincs, nyilvánvalóan nem erre készült. Miért hát a, a tűri stár... meg a kamerát a feleség, miközben ott zokog, és én látom azt, hogy ő zokog, miközben nem ő beszél, hanem a riporter. Miért kell nekem egy ilyen szituáció részesévé válnom? Én azt gondolom, hogy erről csak ő tudna korrekt választ adni. De ő erről, lehet, volt erről, ne, már... erről nekem lehet véleményem, lehet, hogy mondjuk az ő, hogy mondjam, a stressz helyzet kezelését segíti az, hogy, hogy állnia kell a sarat, állnia kell a nyomást, de ez. Ez, ez megint egy határ, tehát ez megint nem az én kompetenciám, hogy ő mit, miért csinál, ezt tőle kell megkérdezni majd egyszer, amikor ezt hajlandó lesz elmondani. Valószínűleg erre sor kerül majd később, valamikor. Az, hogy a médiának ott kell -e lenni, arról lehet per, persze természetesen vitatkozni, pro és kontra, én sem gondolom, hogy túlságosan szerencsés egy ilyen szituáció. Ugyanakkor, ha, ha szép, lassan folynak át az események egy örömteli dologból egy, egy drámává, krízisé, akkor ott az van, Az hogy... Már akkor krízis volt egy ideje. Ne felejts el, hogy az elmúlt időben több dokumentum is volt sport kapcsán, vízilabda, kard vagy tűr. Elnézést, hogyha ez ügyben most hirtelen nem tudom eldönteni. És mindegyik dokumentumfilmben volt olyan válasz, ahol azt mondta a riportalany, hogy ide a kamerát nem engedi be. Én azt gondolom, hogy ez a bölcs döntés lett volna. De ez nem az én döntésem volt. De közben ott maradt. Mit tudtam volna csinálni? A barátom bajban volt, a másik barátom is bajban volt, én De próbáltam aki, segíteni. Aki bajban volt, annak már nem tudott segíteni. De megpróbáltuk. Hogyan? Mindenhogyan. Megpróbáltunk, ha most a konkrét eseményekre térünk vissza. Amikor az utolsó jelet megkaptuk, este fél nyolckor, az ottani idő szerint este fél nyolckor, abból a magasságból, azonnal elindult a cselekvésőt, igazából amennyire emlékszem, mi már korábban elkezdtünk azon dolgozni, hogy, hogy, hogy valakit előkészítsünk arra, hogy fogadja majd itt a szilárdot, amikor lejön, mert azt már sejtettük, hogy nagyon fáradtan fog leérkezni. Amikor jött a következő e, szituáció, akkor nyilván onnantól kezdve már, 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 már messzebbre mentünk a, a, szervezésben, és amikor másnap reggel kiderült, hogy nem találják, nem látták Szilárdot visszaérni az alaptáborba, illetve a négyes táborba, bocsánat, tehát ez a majdnem 8000 méter az utolsó sátrához, akkor elkezdtük szervezni konkrétan a mentést. Illetve először elkezdtünk érdeklődni, hogy ki mit lát, hol mit lát, e, minden csapatot megkerestünk, hogy nézzék az útvonalat még éjszaka, hogy látnak-e lefelé imbolyogni egy, fénylámpát, egy, egy, egy fejlámpát a, a távolban. E, ki tud menni? Önnek mekkora az ottani helyismeret? E, elég jól ismeretem elméletben. Gyakorlatban nulla, mert nem jártam, nem jártam ott fönn soha, de nyilvánvalóan fényképekről, videókból nagyon-nagyon jó drónk. Mit kell azért. hívni, mit kell mondani, az, az, azért abban elég sokat tudtam szerencsére segíteni Timinek. Nyilvánvalóan első körben abból, attól a cégtől kezdtünk kiindulni, akik, akik a háttér logisztikáját biztosították Szilárd expedíciójának, hogy ez egy alaptábori logisztika. Az a szervező cég, az egy nagyon-nagyon bejáratott, nagyon sok hegyen jelenlévő, talán a legnagyobb nepáli ügynökség. Az ő képviselőjükkel vettük fel a kapcsolatot, nem volt könnyű a kommunikáció, mert Katmanduval tárgyaltunk, ők az alaptáborral tárgyaltak, amikor működött a WhatsAppon keresztül a telefon, amikor nem működött, akkor nem jött információ. Az alaptáborból a rádión keresték a fönt lévő embereket, mi közben megkerestünk még, tehát mi közben még megkerestünk más uh, ügynökségeket, mindenkit, akit, akiről tudtuk, hogy aznap mászhatnak. Az amerikai uh, Madison Mountain érünktől kezdve én mindenkire ráírtam, akire tudtam, és a kérésünket továbbították a, a gágyaiknak. Mennyire volt tisztában, uh, hogy aznap, akkor ki mindenki volt a hegyem? 90%-ban. Előfordult, hogy volt, akit nem találtunk meg, de nagyjából, nagyjából akit tudtunk és mozgatni tudtunk, azt azt, azt Mi a nagy nyilvánossággal beszélgetünk. Ön is a nagy nyilvánosságból él, sportkommentátor, blogot ír sportról, én is a nagy nyilvánosságban szerepelek. Muszáj-e, hogy egy ilyen sportteljesítmény, ahogy önfogalmaz, a nagy nyilvánosság előtt bonyolodjon, hiszen a mi beszélgetésünk csak így jöhet létre. Ha ezek menet közben nem történnek, utólagos kommunikációban vagy semmilyen, akkor ez nem jöhet létre. Mennyiben része ennek a hegymászásnak a média permanens jelenléte? Ketté kell a két különböző dolgot. Én azt gondolom, hogy a legtöbb mászó legszívesebben úgy mászik, hogy nem szól senkinek. Nyilván a közvetlen környezetét leszámítva. Nem arról, ami nem történt. Okay, Ezért mondom, tehát a, a nyilván a média e, szerepe az alapvetően a szponzorált e, sportban, m, hogy mondjam, tehát azzal magyarázható, ez más sportákban is e, jelen van. Az adott szituációban nem gondolom, hogy szerencsés volt a média jelenléte. E, az, hogy az kidönti el, hogy a média ott lehet-e, vagy nem, az megint egy másik kérdés, nem én de maga az expedíció gondolom, hogy a szerződését tekintve a főszponzorral, ez a Global Union, Igen. tartalmazta, hogy mit kell teljesítenie a hegymászónak, vagy ilyen pontja nincsen? Gondolom, hogy igen. Már úgy értve, hogy mit kell teljesítenie, milyen anyagokat kell leadnia. Arra gondol, mert a, a teljesítményben én arra gondolok, hogy mit kell elérni a hegyen. Igen, pontosan. 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 Igen, igen, igen egy, egy igaz, ez, szóra. amit ön mond, és ebben a permanens jelleg is jelentőséggel bír. Tehát ö, ennek folyamatosnak kell lenni, hiszen az előző beszélgetésünk most másodszor beszélgetünk. Köszönöm, hogy eljött. Egyben mondanám, hogy iratkozzanak fel a KFJNC YouTube csatornájára, és kövessék a KFJNC Facebook oldalát. Látja én is kell, hogy ilyet mondjak, nekem nincs főszponzorom, bár vannak segítőim. Um, szóval um, ezt ugye követni kellett, és a múltkori beszélgetésünkben uh, szót ejtettünk arról, én szóba hoztam, hogy a Facebook érdeklődés, ahogy közeledett a csúcshoz, hogy növekedett. Ez így van. Valószínűleg a főszponzor nem örült volna annak, hogyha a legvégén nincs róla szó, miközben ő juttatta volna alapvetően anyagi lehetőségei révén a a csúcshoz. A főszponzornak ilyenkor nyilvánvalóan annyi kérése lehet, hogy, hogy mondjuk ő akarja kommunikálni a csúcsikert elsőként, és aztán, és aztán mindenki más ezt a, ezt a hírt át tudja venni. Az, hogy közben mennyit és hogyan kell kommunikálni, nyilván arról, arról voltak megegyezések, de ezen kívül szerintem a szponzornak, a főszponzornak a szerepe kimerül. Ön azt írja, Oxigén a fix kötél, mi mekkora segítség egy 8000-esen, ez egy május 17-e írása. Az oxigén potlás egy olyan jelenséget idéz elő, mintha lealacsonyítanánk idézőjelben a hegyet. Ez így van. Ez az ön véleménye? Ez nem az én véleményem, ez nagyon-nagyon sok uh, topmászónak a véleménye. Tehát nem mindig. Feltétlenül az, de egyébként ezekkel én abszolút egyetértek, de ezt, ezt világsztármászók mondják, akik palackozott oxigén használata nélkül az elitbe tartoznak, és így másznak. Ez, ez a buborék. Az, ez, ez az ő vélemény. Nem, ez egy szakmai vélemény. Ez nem buborék. Ez egy szakmai vélemény. Ugye ön különböző hasonlatokkal élt az oxigén palack használatát, illetően volt itt már e a legkülönbözőbb dolog, ő megbarul a győződve, hogy ez igaz. A lealacsonyítás. A megfogalmazást lehet másképp fogalmazni, de azt gondolom, hogy hogy ez fizikailag teljesen egyértelmű. Tehát, hogyha azt a környezetet oxigénnel pótoljuk, ami egyébként 8800-on van, ha oxigénnel pótoljuk, akkor egy olyan környezetet teremtünk, ami 6500 méteren van. a kiemelkedő mászok közül többen emiatt dopingnak tartják az oxigén használatot. Egyhogy. Hogy lehet valamit dopingnak nevezni, ami a természetes létezéshez kell? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés nem engedett az oxigénpótlás, oxigénsátor használata Alpes és Íben állóképességi sportokban sehol. A de válaszra válaszol. Én vissz. ezt értem, de nincsenek is ennyire extrém körülmények között. De független ettől. Tehát, eh. Én azt gondolom, hogy az nem lehet doping, ami a normalitást biztosítja. Ami a nem normalitást biztosítja, ott elkezdődhet ez a beszélgetés. Ezen a magasságon az oxigénpalaszk a normalitást biztosítja. Az abnormitás az, aki nem használ oxigénpalaszkot, abban a reményben meg tudja tenni az, hogy egyébként így is sikerül, az nem feltétlen az abnormitást száfolatta, hanem az azt jelenti, hogy az Isten és a természet néha ezt lehetővé teszi, néha pedig nem. Soha a Szilárd esetében sajnos nem. Nem gondolom, hogy ez csak az Isten és a természetem múló történetét megint a döntésekhez jutunk vissza. Ugyanakkor, hogy mi normális, meg mi abnormális, az meg, megint egy másik kérdés, mert alapvetően itt, itt egy csomó más sporták kapcsán, az élsport kapcsán feltehetjük a kérdéseket, hogy mi az, ameddig el lehet menni. van -e értelme, nem tudom, sok ezer kilométert lefutni egy folytában, vagy, vagy sok napon keresztül ö, futni. De nem ö, ilyen körülmények között. Ezt egy Ön ugye azt írja ez. itt, mivel a hegymászásban nincsenek erre vonatkozó szabályok, minden eszköz használata megengedett. Így van. De hát ez lehetetlen. Olyan nincs és erre majd később talán még kitérünk, hiszen ez később is előjön a mentésnél. A hegymászásban nincsenek. Mire vonatkozó szabályok van? Versenysportra gondolok, tehát versenysport szabályok nincsenek. Ezért nem lehet mondjuk kvázi dopingnak nevezni egy olyan dolgot, ami alapvetően úgy növeli a teljesítményt, a fizikai teljesítményt, mint egy dopingszer. Mindig el szoktam veszni a papírjaimat, de hát ugye a papírokat nem elhozom, hanem előtte el is olvasom őket, talán majd megtalálom a helyét. Ön egy helyen arról ír, vagy Svajda Szilárd, e tekintetben mindegy, hogy különböző válfajai vannak a mászásnak. És van egy olyan válfaj, ahol egyébként a kiépített utat sem használják. Igen. Alpin stílusnak nevezik. Igen. Én is így emlékeztem, csak nem akartam rosszat mondani, ha rosszul emlékeztem rá. Um, mi a különbség? az oxigénpalasz és az előre kiépített út között, miközben egyébként az igazi teljesítmény az, ha az ember járatlan után jár egy ilyen esetben, miközben a mondás ugye az van, hogy járatlan út. Szedjük szét, nem, nem, hiszem, hogy jó megfogalmazás, hogy az az igazi teljesítmény, ha valaki járatlan után jár. Az egy másik műfaj, az alpin stílus. Ma a topmászók nagy többsége akik magas hegyi mászók és 8000 méter feletti csúcsokat másznak, azok számára továbbra is nagyon-nagyon komoly elismerést jelent. Én ezt ha valaki értem, megmásza az örezett paraszt. Öntől kérdezem, nem a standardet kérdezem. Azt kérdezem öntől, Pintér Lászlótól, minek függvényében fogad el dolgokat, és minek függvényében nem fogad el dolgokat. Elfogadja e, a kiépített utat, elfogadja a kitaposott ösvényt, de nem fogadja el az oxigénpalaszkot minek a függvényében jött egy kívülálló, egy kekeckedő pali, Fiala hívják. Válaszoljon erre a kérdésre, de most ne bújjunk a hogy ezt mások hogy csinálják. Ön most itt ebben a helyzetben, hogy önnek van szegezve ez a kérdés, amely talán nem teljesen értelmetlen. Mi a válaszom? Az a válaszom, hogy én ilyenkor mindig azt nézem, hogy a mászó mit tud. Fizikailag, nem bocsánat, szakmailag. De szakmailag a súly, de Szilárd nem volt arra alkalmas, hogy egy ilyen alpesi... Nem, 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 nem. Ez megint két különböző dologról beszélünk. Szilárdot nem az alpin stílusú járatlan utas mászások vonzották, ő magáról azt tudta, hogy a 8000 méter feletti csúcsokon itt is a nagy magasságban tud komoly fizikai és mentális teljesítményeket leadni, és egy szakmailag megbúcsült De egy magasabb valaki alpesti stílusban mászik. A szakma megítélése szempontjából igen. A, a, az oszkádi is azért. Így meg. van, így van, az aranyjégcsekány, a piolett dor. A másikért aran... nem jár. A másikért nem feltétlenül jár. Akkor esetleg, ha letérnek arról a normál útról, és úgy másszák meg palasz nélkül azt a hegyet, akkor igen. De ilyen nagyon-nagyon kevés van, pontosan azért, mert abban a műfajban már a sikernek a csekély az, az, az teljes mértékben minimális. A, ha, azt a kérdést, hogy válaszoljam meg, hogy a szakmai határ nálam hol, uh, hol van. Ezt nálam a szakmai határ ott, ott húzódik, uh, hogyha használja és a mászó az ott lévő fiszkötelet, mert nem tudja kikerülni gyakorlatilag, kivéve ha úgy utat akar mászni, csak akkor ugye nyilván nincs esélye feljutni csúcsra. De képes-e ő mondjuk azt a fix kötelet kiépíteni, hogyha ha ott van egy ugyanolyan ö, képességű ö, emberekből álló csapat, mint ő maga? Tehát ha ott van öt súhajda szilárd, akkor tudják -e ezt a fix kötelet maguknak kitenni? megvan -e nekik a szakmai tudásuk, felkészültségük arra, hogy azt az utat ők maguknak építsék ki? És szilárdnak megvolt. És azok, akikről én általában írok, nekik megvan ez a tudásuk mindenki más, az, akik mondjuk a kereskedelmi kliensekként mennek, az, az, egy másfajta műfaj, ott nem a sportérték számít, nem a, nem, tudom, nem a teljesítmény számít, ők el akarják érni ezt a pontot. Biztonságosabban, de, de akár, de ezzel ugye, nincsen meg, baj. Megint, megint Tehát ez, ezzel megint nincsen baj. <coughs> ahol arról van szó, hogy Suhajda Szilárdnak még arra is figyelnie kellett, hogy azon a napon, amikor egyébként ő a csúcstámadásnak nekiindult, másokat kerülgesse, mert hogy ugye ez a mászás, ez egy periódushoz, Éjjön. időperiódushoz van kötve, amikor a legkedvezőbb időjárási feltételekkel lehet elvileg számolni, Isten és a természet egyébként közbeavatkozhat itt is. Ahogy kiderül az önök írásaiból, ugye én ebben teljesen járatlan vagyok, uh -huh. ilyenkor olyan mennyiségű ember szabadul rá a hegyre, elsősorban a kereskedelmi szféra jóvoltából, hogy az olyan mászom mint suhajda Szilárd, neki nem csak a hegyel kell megküzdenie, hanem ezekkel az emberekkel is, a szónak akár csak abban az értelmében, hogy kikerülje őket. Ez egyébként nonsens. hogyha valaki 400 métert fut, akkor azzal nem kell számolnia, hogy ott valaki bóklászik a pályán. Ez ennek a műfajnak a sajnos jelenlegi realitása. Én azt gondolom, hogy választhat a mászó, hogy egyáltalán nem megy normál utas 8000-esre, hanem, hanem teljesen más műfajt fog csinálni, vagy választhat a mászó, hogy mégiscsak azon a játszótéren próbálja magát megmérettetni, amivel akár 50 évvel ezelőtt a nagy elődök megmérettették magukat jóval kisebb forgalomban, és megpróbálja ezt az adott körülmények között a lehető legjobban teljesíteni. Ön azt írja hogy palac nélkül a mozgás lelassul, a szervezetnek nincs elegendő fűtése, iszonyú hidegérzet, drasztikusan nő a végtagfagyás veszélye, lelassul a gondolkodás, beszűkülnek a kognitív képességek. Ah, a beszűkülnek a kognitív képességek, lásd box, mert az ember győzni akar, de a másik olyat véd be, hogy én nem biztos, hogy egyébként végig tudom vinni a meccset, ott van egy olyan, hogy bedobják a törülközőt. Itt ugye nincs egy külső személy. Ön, ha föláll, akkor cserben hagyja Suhajda szilárdot. Suhajda szilárd egy olyan bukszoló, akinek a hegy az ellenfele, és nincs olyan edzője, aki bedobhatná a között. A hegymászásban a mászó dönt. Ezt ez nem tudom elégszer elég hangsúlyozni. Itt nincs, nincs külső felelős. Tehát e, itt a szilárd, ha bedobja a között, akkor, akkor az a törölköző ott marad a földön. E, értem. Ön ugye leírja, hogy hányfajta, fokozata van az asszisztenciának, van, aki alaptábori ellátást kér, de kér serpa teherhordót, vezetőt, a serpák azok palackkal másznak, a kliens számára is van a zsákban palasz, arra az esetre, ha mégsem menne neki palasz nélkül, végül vannak azok, akik egy vagy akár két hegyi vezetővel, pótlólagos oxigénnel közlekednek. És azt írja, az, hogy fizikailag és mentálisan nehéz, csak a kiinduló állapot, hegymászó teljesítmény akkor lesz belőle, ha önálló hegymászó tudás van mögötte. Um, mit nevezünk önálló hegymászó tudásnak? Azt a megszerzett tudást, amely általában meglehetősen hosszú idő alatt alakul ki, a felszereléseknek az ismeretét, azoknak a készségszintű használatának a képességét. A hegyi terek az ismeretét, az időjárási viszonyoknak az ismeretét. Tudni megállapítani, hogy milyen irányba halad valaki, milyen mászóutat választ, hogyan kell egy lecseren közlekedni, melyik a biztonságosabb út, mondjuk esetlegesen két egyébként nem biztonságos nyomvonal között. Tudni az, az összes táborozási alapot, tehát meghatározni azt, hogy hova tehetek fel egy srátat, azt én odaföl is tudom állítani, kiválgom neki a, 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 a platformot a jégben megállapítani, hogy ez biztonságos-e, létezni abban a magasságban, hogyan kell havat olvasztani, hogyan kell minden egyebet, a saját létfenntartásomat biztosítani abban a magasságban, és hogyha ha mondjuk olyan időjárási viszonyok vannak, ami nem kedvező, akkor azt a szituációt hogyan tudom megoldani. Ez hosszú-hosszú évek, évtizedek tapasztalata kell. Ez olyan, mint amikor... Akik val... a kereskedelmi expedíciót veszik igénybe, mennyivel hogy mennyiben rendelkeznek kevesebb ismerettel, hiszen valamennyiben rendelkezniük kell, hiszen megmászák a hegyet. Általános szeretnék eltekinteni. A kereskedelmi expedícióban is vannak olyanok, akik egyébként sokat másztak korábban, meg nagyon-nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkeznek, ugyanakkor nem akarnak mondjuk egy őrült kockázatot vállalni számukra, vagy egy extrém kockázatot, ezért inkább kérnek egy serpát, vagy kérnek oxigént, és, és egy elég jó tudással, de nagyon-nagyon komoly tartalékkal meg tudnak mászni egy csúcsot. Manapság viszont a többség már tényleg olyan, és ez alapvetően a kereskedelmi expedíciós kvázi turizmusnak köszönhető, ahol gyakorlatilag vannak olyan kliensek, akik semmilyen zéró mászó tudással nem rendelkeznek. Tehát nincs, nincs, szakmai tudásuk. Ott teszik fel rá hágóvasat az alaptáborban, ott mutatják meg nekik azoknak az eszközöknek a használatát, ami a biztosításhoz feltétlenül szükséges. Ez nem egy rettentő, bonyolult történet egyébként. Tehát azt, azt a kifejezett feladatot végrehajtani és az ahhoz szükséges tudás, az, az önmagában ha van asszisztencia, akkor, akkor az kivitelezhető, és ugye végig ott lesz mellettük egy serpa, legalábbis ezt ígérik, nem mindig történik meg. Végig ott van mellettük egy vagy két serpa, aki segít ezeket a dolgokat elvégezni, adott esetben majd lehet, hogy ő akasztja át az embernek a biztosító eszközét a kötél Ezeket nyilván az ember az előbb-utóbb megtanulja. De gyakorlatilag, ha egyedül marad, akkor akkor gyakorlatilag megoldásképtelen marad. Tehát nem, nem ja, írja, megoldani. hogy szervezett üzleti alapú mászóipar, mászóiparnak köszönhetően százak mozognak a hegyen, egyedül, akár Sohajda Szilárd, teszem azt hozzá én, akkor tudna a szószoros értelmében tisztán mászni, ha másik szezonban menne oda, vagy lemondana a normál útról. Ugye újabb és újabb szempontok jönnek bele. Már lemondtunk az oxigénpalaszkról, de igénybe vettük a kitaposott utat és a kötelet, ugyanakkor lemondtunk egy másik szezorról, és lemondtunk egy másik útról. Egyik igen, másik nem. És az egyik valószínűleg azért sem, mert az szinte lehetetlennek igen. tűnik, miközben az egészben benne van kicsit a lehetetlenség. Igen, ez, ez a, a, határokat kérdezem. Ezek a különböző lehetetlenségi fokok egyébként. Ez, ez egy jó, jó meglátás. Ebben, a, ebben, az üzenetben, amit itt most idézett, ebben pontosan az van benne, hogy ha, ha szó szerinti tisztaságot akarjuk a mászon számon kérni, akkor egy olyan helyzetbe kell, vagy kényszerítenénk őt bele, hogy olyasmit vállaljon, aminek a megvalósítási lehetősége az gyakorlatilag 0,1%-kal kezdődik. Éppen ezért van az, hogy szinte alig létezik olyan uh, magashegyi 8000-es uh, mászó projekt, amikor valaki normál úton kívül palasz nélkül mászik. Évente egy-kettő próbálkozás van, és ezek közül is rettentő kevés a sikeres. Uh, tehát ez már tényleg egy olyan top-top kategória, ahol, ahol, ahol iszonyatosan, uh, hogy mondjam, nem, tehát nem elég világsztárnak lenni hozzá, meg egy elképesztően kompetens mászónak kell lenni hozzá, mert még neki is egy csomó uh, kétséggel kell szembenéznie. Um, ez még szerintem az a fajta a határ, ahol, amin belül Szilárd próbálkozik, és rajta kívül vannak még jó páran egyébként, akik jó hasonlóképpen Jól beszél, Egy felől, egyfelől, más másfelől. Így van. Uh, Suhajda Szilárd felszerelés listája a Monteverest csúcs támadásához Pintér László, május 20-a. Um, Kevés olyan beszélgetést láttam önnel, vagy talán egyes sem, ahol ezt végigvették. Hát ugye én 19 dolgot írtam össze, és itt különböző aldolgok is vannak. Um, azt írja a a Szilárd, ugye az ön kérésére, újdonságnak számít a bakancs, a korábbi lábelim 10 éves volt. Ez itt a Global Unionnak köszönhető, hogy akkor lesz egy új bakancs? Ezt nem tudom megválaszolni. Um... Mit tud az új La Sportiva termék megjelenítés bakancs? Ön ezeket ismeri? Ismerem. Az alapvetően egyébként jellemző, hogy a mászók egy megszokott, jól működő bakancsot a szívesen használnak. Sokáig is akár. Az én bakancsom is szerintem 15 éves. Az mondjuk nem biztos, hogy annyira jó. De nem ez a szint. Igazából vannak most már olyan, olyan be, fűthető talbetétek, például, amit bele lehet tenni. Mod, Modernebb a technika, igen, de úgy, más anyagok. Ehhez kapcsolódik az elektromoszokni, uh -huh. írja Suhajt a szilárd. Egyszer próbálta a fűthető talbetétet, de nem működik. Az, az nem jött az nem be nekik. Igen. Mind, mind, tehát ugye, még visszatérve a bakancs kérdésre, hogy a tíz évről beszél, hogy tíz éves a bakancs, az alatt nyilván sokat fejlődik a technológia, és mindig a legújabb anyagokat felhasználva, a legújabb ismereteket, technológiát felhasználva. Adott esetben lehet, hogy csak egy modellt mondjuk 15 grammal könnyítve tudnak egy olyan szintű bakancsot készíteni, amely ebben a nagy magasságban jobban védi meg a mászolábát. Mi volt? Amennyire tudom, igen. Az mi? az egy olyan, olyan zokni, amelyben gyakorlatilag egy, egy ilyen akkumulátorral működtethető kvázi fűtőszárrendszer van, és, és melegíti az ember lábát, cserébe nem kell mondjuk lábújakat adni az eresztén. Ugye egészen hihetetlen, mert van, ami ugye extrém, ugye nekem valószínűleg soha nem lesz akkumulátorral fűthető zoknim, majd utólag kiderül, hogy ez egy mekkora veszteség volt. Másfelől pedig ugye azt írja soha ez a szilárd, hogy egy L3 maszkot használ, ami egy egyszerű munkavédelmi maszk szűrőbetéttel. Igen. Azt, azt, azt a maszkot arra használják, hogy a kilélegzett levegőnek a párájából valamennyit bent tartson, illetve előmelegítse egy picit a, a visszaszívott levegőt, hiszen abban a magasságban borzasztó száraz és hideg a levegő. Minden egyes ráadásul intenzív a légzés az erő kifejtés miatt, ezért nagyon gyorsan veszít nagyon sok folyadékot, vizet párát a, a szervezet, és ezt ugye pótolni borzasztóan nehéz. Tehát ott fent abban a magasságban inni kéne napi 7-8 liter vizet ami lehetetlen, mert egyszerűen akkor reggel estig havat kéne olvasztani, és akkor az ember nem mászik. Úgyhogy ez nyilvánvalóan egy, egy, egy megvont uh, folyadékbevitel, és az, er az, er az ez például ezt, uh, ezt egy picit, ennek a hatását picit tudja csökkenteni. Nem Szilárd az egyetlen, aki ezt használja, nyilván nem ő találta föl. Uh, David Göttlertől tanulta szerintem az ötletet, aki egy, egy világsztár kiemelkedő mászó, tavaly sokat beszélgettek az Everesten, amikor a, ő az, ő az Everestet mászta, szirád meg a locét. Ami a háló mellényen került, ezt a futó mellényszerű ruhadarabot Kostán Zoli barátom kedves felesége Janet Farta évekkel ezelőtt, ennek az elején négy nagyobb zseb, hát olyan egy méretes zseb, a kemelebek számára előtt cipzárral összehúzható mesh anyag. Az mi? Gyakorlatilag ez egy, ez egy, szintetikus anyag, ilyen hálószerű az egész, hogyha esetlegesen, nem tudom, terepfutó versenyeknek a fényképeit böngészi, ott lehet elsősorban látni, főleg hosszabb távú terepfutó versenyeken. Ez egy olyan mellény, amely, ahogy le van írva, különböző zsebek vannak rajta, olyan, mint egy kis hátizsák, de gyakorlatilag ugye ruha alatt lehet viselni, és a különböző zsebeibe be lehet tenni dolgokat, többek között ezt a ivótömlőt, a kemelbeket. Kemelbek vizes két literes szigetelt, Uh, uh, ebbe kerül a melegvíz, olvasztott jég, belekeverve három tasak, Nutri 8 izotonik, 300 izotonikus italpor. Hogy ez micsoda? Uh, ez a kérdés. Ez nem dopping. Nem. Ez egyébként dopping? Lehetne. Az izotóniás italok azok. De nem izotóniás, bármi. Ja, ja, ja. A lehetőség adott. Persze. De dopingnál számítaná. Tehát ami az atlétikában, a kerékpárban adott esetben doping, bármilyen szert igénybe vehete e, hegymászó, független attól, hát, némileg függetlenül, hogy az egyébként adott pillanatban támogatja a mászását, hosszú távon pedig le lehet, hogy jelentősen csökkenti, de ő abban bízik, hogy neki untig elég a rövid táv. A lehetősége adott, azt gondolom. Tehát... Milyen sport az, amiben lehet dopingszert használni? Egy olyan sport, amelynek nincsenek szabályai? Milyen sport az, aminek nincsenek szabályai? Ez most megint az a kérdés, ami amivel nem fogunk egyetérteni, mert mert nekem nincsenek szabályai. Mondjon az a még egy sportot, adatom. aminek nincsenek szabályai. Mondjon bármit, aminek nincsenek szabályai. Mindennek vannak szabályai. A versenysportot megint neki verjük össze a sport fogalmával, mint olyan. Tehát én, én ebben nem fogok egyetérteni, ezt látom, hogy hogy nekem mi a sport, nem, és önnek de, mi a sport. Akkor másképp kérdezek. Ön egyébként adottságnak vette ezt, amikor ezt az egész tevékenységet elkezdte űzni, illetőleg kommentálni. Tehát volt-e olyan pillanata, mint amilyenben most a fiala szemben látható módon képtelen megérteni az ön szempontjait, és ebből a szempontból lehetséges, hogy nagyon sokaknak kivívom az ellenszemét. az a kérdés, hogy volt-e vala is fiala? Én nagyon-nagyon sok kérdést feltettem magamnak a sportággal kapcsolatban, de alapvetően Bennem gyermekkorom óta van egy nagyon nagyon komoly nyitottság, az ilyen elérhetetlennek tűnő varázslatos természet. természetet. Engem ugyanúgy megérintett a hegyek világa, mint, mint, mint ezeket a mászokat. És innentől kezdve nyilvánvalóan egészen más szemüvegen jóval nyitottabban Ez megyek. Én Én azt gondolom, hogy az is. Azt sem gondolom, hogy ön nem nyitott, mert alapvetően olyan kérdéseket tesz fel, amiből látom, hogy szeretné megérteni a dolgokat, ugyanakkor azt is látom, hogy a saját kétségeit, nem tudom, véleményét nem, is próbálja egy picit nem, 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 átadni. Nagyon jól beszél. Én, én mindent megértek, mm. de adott esetben azt mondom, hogy akkor ez nem feltétlenül sport. Ez a fantázia birodalmába vezető egyéni tevékenység, de hát ilyet nem ismerünk mondom, én elfogadom, hogy önnek ez nem sport, én meg azt gondolom, hogy ez ettől még én igen. Én sem mondom, ez... hogy nem sport, én küszködök, én vívódom ezt az egész. Nézze, az egész nem jöhetett volna létre, anélkül, hogy ez nem kell a szemem elé. Amióta a szemem előtt van, azóta foglalkoztat. Uh -huh. Ezzel nincs semmi baj. Köszönöm, hogy <laughs> Vannak energiazselék, van egy Samsung mobiltelefon, fotózáshoz, videózáshoz, van egy Panasonic Lumix Compact kamera, szintén ehhez, van egy műholdas telefon, um, van egy pótfejlámpa, van Dexa Metazon injekció, az mire való? Az egy injekció, nem vagyok orvos, csak ezt a laikus oldalról fogom megközelíteni, szóval az egy injekció, amit olyankor szoktak használni, hogyha, hogyha a mászó nagy magasságban jellemzően nagy ödémás tüneteket mutat. Akkor ez... Úgy, az ő esetében könnyen lehetséges, hogy vagy használni kellett volna, vagy használta is, de nem volt eredményes. Így van, vagy az is lehet, hogy már nem tudta elővenni. De alapvetően ez egy, egy életmentő eszköz lehet abban a szituációban, hogyha más nagyon-nagyon leromlik, és, és egy picit fel megint én... vitatkozni fog velem, és én azt mondom, hogy ez nem olyan, mintha valaki inzulinjekciót alkalmazna, vagy hogyha valamivel kapcsolatban á, allergiás lenne, és egy ilyen csípés akkor mindig nála van egy ilyen injekció szteroidot az orvos se ad szívesen, nem hogy egyébként az ember a teljesítmény fokozása, vagy az életben maradás érdekében a kettő nem ugyanaz, ezt használja. Elsősorban ezt életben maradásért szokták használni, és azt gondolom, hogy pontosan ez az az egyik dolog, amiből lehet látni, hogy a mászó nem hülye. Nézze, mondok egy extremitást. Én megértem, ha mindezt használja valaki, ha egyébként valakit menteni akar. Csak akkor használják, hogy Mirét, nem hogy nem magának, hanem másnak. Igen igen, okay. igen. igen, igen. Tehát abban a pillanatban azt gondolom, hogy ha ön az én barátom, igen. és meg akarom menteni, akkor ha én ezt mind használom, akkor azt nem lehet, abban én nem találok, vagy más használ, nem lehetne kivetni valót találni, de az nem is a Monteveres megmászás, megmászásáról szólna, hanem Pintér László megmentéséről. Csak hogy mennyire... Itt nem, itt mennyire nem... Megfordíthatjuk a dolgot, hogy ha van ott valaki egy másik mászó, akinél van ez a dexametazon, és látja, hogy szilárd bajban van, akkor az beadhatja neki. Tehát itt nincs másik mászó. Szilárd egyedül indul el, tehát egyedül kellett erre felkészülnie. És itt jön elő az, hogy persze mindenféle extremitásokat, meg felelőtlenséget rá tudunk dobálni egy emberre, de alapvetően pontosan ebből látszik, hogy ra racionalitás keretein belül ami eszközhöz hozzá lehet jutni pontosabban, amit megengedhetőnek tart magának ő azokat az eszközöket, így mondom, biztonsági hát, eszközöket az oxigéntől leszámítva lesz a, a, baj esetére vitte. Látja, ez nagyon fura, pont az oxigén. Tehát az oxigén és ez az injekció, hogy mihol helyezkedik el, de én ezt most csak jelzem. Hagy, ez, ebbe hagyj még egy picit bele. Az, oxi az, oxigént ahhoz használja a mászó, hogy könnyebben jusson föl a csúcsra. Nem, azért, hogy életben maradjon. Nem, nem, nem. De. Én azt gondolom, hogy ebben a szinten igen, az életben maradás is biztosítja, igen. oké, de a csúcs eléréséhez nem használjuk a azon. A dexamet az nem a teljesítményvelés. is de hogyha van, abban hanem a szituációban, menteni. ahol ott maradhatott a Szilárd, hogyha korábban valaki egy oxigén palackot odaad neki, nem tudjuk hogy lett volna olyan tudati állapotban, hogy inkább az oxigén választja, semmint a halált. Nem tudjuk. A kisméretű zászlók voltak nála, ezeknek a használata a filmek alapján tudható nála volt a kisfia békája, egy pici új báb. az kabala volt? Uh -huh. Ugye egy kezeslábas külső zsebe kívülre kerül a Garmin Inreach Mini 2. Ugye ez a helyzet jelző, aminek két műholdat kell látnia. A csuklóján egy Garmin Instinct 2 szólál óra. Ez mire való? Ez gyakorlatilag... Őszintén szóval nem néztem utána, milyen teljesített, milyen, milyen tudása van konkrétan. Amennyire tudom, szerintem ő is tud púzus mérni, ami, ami segíthet a mászónak. Nyilván, nyilván vannak olyan funkciói, ami magasságot kimut, tud mutatni, vagy ilyesmi. Ez, ez inkább egy ilyen, egy ilyen backup szokott lenni, hogy, hogy, van a mászónál még egy óra is, de alapvetően a, a, a jeladásra nyilván azt az InReach Minit használta. Ugye van egy, a kommunikációban ez szintén egészen hihetetlen, hogy a vállalimra kerül majd a megkülönböztető jelzés egy-egy neonzöld alapra szerkesztőt, no O2, ez ugye azt jelenti, hogy oxigén nélkül felirat, feltűnő. Forgalom esetén bízom az eredményes kommunikációban is, de lehet csak ezt lesz elő mutogatni, ha úgy vesszük, ez is a kommunikáció egy módja. Tudnak, ugye arról van szó, mondjam én, vagy mondja ön, hogy ez miért van? Én elolvastam. Uh -huh. Ugye ön azt mondja, azt írja, hogy olyan sokan vannak a hegyen. Lehetnek. Ugye lehetnek. Ugye az merül fel, hogy van egy jobbkész szabály. Uh -huh. Ugye a jobbkész szabály ebben az esetben, de javítson ki, az lenne hogy aki egyébként oxigénpalackot használ, ha találkozik egy nem oxigénpalackossal, amire egyébként a vállapján levő no o 2 hívná fel a figyelmet, akkor neki őt elsőbségben kellene részesítenie a helyzete okán, hogy ő megtehesse azt, amit ő nagyobb valószínűséggel megtehet. Ilyen fizikai találkozásra, ilyen közel, hogy ezt valaki lássa, ezek szerint frankon sor kerülhet? Frankon sor kerülhet. A kérdés az az, pontosabban inkább azt mondom, hogy ez, ez nem egy szabály. Tehát ez, ez csak egy, ez csak egy bízunk benne, hogyha látják Igen, akkor. Igen, akkor Igen, 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 Igen. De, de ilyenekre előfordul. Sőt, hát ugye kifejezetten az akklimatizációs kör során is volt olyan, hogy Szilárdnak ott nem tudom, 20 percet, 30-at kellett várakoznia egy, egy ereszkedő pontnál, mert, mert egyszerűen sorban állás volt. Ez ugyanaz mondjuk 8000 méter fölötti magasságban, ez, ez, ez a várakozás, ez mondjuk neki konkrétan tényleg az életébe vagy a sikerébe kerülhet. Éppen ezért ilyen korabban bízik, hogy próbál jelezni azok felé, akik ott vannak, és, és bízik benne, hogy esetleg ők majd olyan hubánusak, előzékenyek lesznek, hogy hogy ők segítik az, az ő mozgását. Hogy erre milyen szinten került sor most a csúcsmászás során, azt nem tudjuk. Voltak fönt aznap a csúcson, amikor ő, ő mászott tucatnyian, tehát több tucatnyian, pontos számot nem tudok még megmondani. De, de talán nem volt azért most ennek akkora szerepe, mint amekkora ö, lehetett volna, hogyha egy olyan napon megy, amikor 150-en mentek föl de erre kellett készülnie. Ugye ez egy anyagiakat igénylő dolog, az aklimatizáció okán hetekkel, hónapokkal hamarabb érkezik a helyszínre, ez is indokolja, vagy ezt mutatja az április 13-ai dátum. Szilárd elő akklimatizációs időszaka a végéhez közeledik április 17-én, a Global Union túrázóinak kis csapatával egyesülve tovább indul az Everest alaptábora felé, Juhász László, aki a Global union képviseli. A Global Union akkori ottani jelenléte, az szintén a szponzoráció része volt. Amennyire tudom, igen. Ez bevett szokás egyébként. Április 20-án Szilárd Bocsutve intett a Global Union csapatának, laci -nak és Dávidnak. Ki Dávid? Nem tudom. <laughs> Ugye akkor még nem volt ön ott. Ugye április 20 -án, Nem, nem, szóval. nem, de én csak a, csak a csúcsmászásra uh, voltam kvázi így, így hivatalos. Nyilván korábban egyeztettünk, beszéltünk, tehát az anyagok is úgy készültek, kaptunk külön anyagokat, innen jön a kvázi szakmai média partnerség, hogy egy-két uh, exkluzív anyagot szilárd nekünk küldött, készített, ilyen volt például ez az említett, vagy az előbb részletezett felszerelés lista is, de, de alapvetően mi azért ilyenkor nem folyunk bele úgy, még én barátként sem folyok bele úgy, hogy minden nap beszélünk, hanem, hanem ugyanúgy távolságot tartva követem a, a, az eseményeket, ahogyan, nem tudom, azt illik, és amikor már komolyabb a helyzet, akkor az ember nyilván. Az alaptábor internet, ami egyik napról a másikra megjött, az mennyire kíséri el tovább? Erről az első beszélgetésünknél volt szó, de nem biztos, hogy mindenki a kettőt nézi. Internet. Az internet az úgy működik, hogy van egy külön hálózat, amelyet kiépítettek ott a Kumbu Ugye mobil térerő nincs, tehát az a fajta internet az nem működhet hanem kifejezetten van egy, van egy erre kiépített hálózat. Egy nagy gondja van, hogyha nagyon erős fúj vagy vihar van, akkor általában ez nem működik, és akkor nem nagyon lehet kommunikálni. Azt mondja, május 8-a alaptábor havazás szürkeség emberek az előjelzés alapján jó néhány nap várakozás következő. Sokan azt gondolnák, hogy egy hegymászó expedíció állandó izgalom és csupa akció, de ez nem így van. Az ember leginkább várakozik, kifejezetten unalmas tud lenni. Igen, és ez olyan idegörlő tud lenni egyébként, hogy akik erre nincsenek fölkészülve, azok, azok gyakorlatilag annyira kikészülnek idegileg, hogy végül lehet, hogy ez a csúcsmászásukba kerül. Türelem, nagyon-nagyon sok türelem kell hozzá. Ilyenkor jó egyébként, hogy vannak ilyen feladatok, amiket el kell végezni a partnerek számára, mert azzal a mászóját tudja magát foglalni. Más 20-a. Alaptábori napok, ez ugye a 15 ének és 20 az összefoglalója. Alaptábori napok, nagyon rövidre fogom, ugyanis nem vagyok túl jól, egészségének legalább a harmadik napom, már 45-ös pulzussal ébred, de órám adatai bizonyítják, hogy hatékonyan generálódom. Köhögök, nagyon fáj a torkom, rémséges dolgokat krákogok fel, könnybelábas szemekkel küszködök, kiver a víz, éjszaka is erre ébredek. Mellőzöm a tömegháborgását, akik már eleve nagyon türelmetlenek, hiszen nagyjából három hete a csúcsmászó körükre várnak. És ami ugye egészen hihetetlen, hogy ő miközben ilyen körülmények között van, a közben, és ez megint egy film, miközben ez a valóság, a kereskedelmi expedíció levőkről azt írja, néhányan lementek 5-10 napra, nem csiba, jól álltál? Mm -hmm. Nem Szállodában jobb esetben kirándultak a környéken. Ég és föld. Igen. Ez így zajlik. Serpáikat fogadják napi nap, és fennhangul fejezik ki a nem tetszésüket. Ő itt, ők pedig pár méterrel arrébb. Két teljesen eltérő világ. Erről van szó, ez két teljesen eltérő világ. Ők megvesznek, megvásárolnak egy szolgáltatást, amiért várnak teljesítést, és nyilván nem feltétlenül mérik fel előre, hogy konkrétan mivel jár ez, tehát hogy ott kell tényleg ülni másfél hónapot az alaptábor, nem áll adott esetben nem csak nem mennek helikopterrel, hanem lehet, hogy elmennek mondjuk egyet bulizni Katmanduba, ez is belefér. Van ilyen. Nem, nem, az általános, de ilyen is van. Egyen. Teljesen más, teljesen más, más a szint, más Ugye az azt írja, az online közösség üzeneteit is megható látni, micsoda összefogás, micsoda támogatás, egy hét nem tedik el, és ezügyben is mekkora változás következik be. Igen, ha Szilárd megmászta volna az Everestet, akkor most lenne 10 millió Szilárd barát, és mindenki magának, magáinak érezni a sikert, így viszont sajnos másfajta uh, emberi tulajdonságok kerülnek előtérbe, hogy finoman fogalmazzak. A feleséget láttam sérni önsilt kamera nélkül? Igen. Ez egy nagyon régi ismerettség. Hm. Múltkori beszélgetésünkben ez nem derült ki, hogy önök milyen régóta ismerik egymást. Rövid volt a beszélgetés. De egyébként alapvetően nem kell feltétlenül év, évszázad ahhoz, hogy valaki ezt közel tudjon az ember kerülni. Tehát, tényleg nagyon nem, egy az ön esetében mondanak. közben erről is van szó. Igen, meg Látom magam... Én amúgy is egy érzelmes ember vagyok egyébként. Látom magam előtt a csúcsra vezető utolsó métereket, látom magam előtt a kisfiam, ahogy szalad felém a reptéren, Timit, a családomat, titeket, az életet. Hm. Ebben minden benne van. Az is, hogy hogy akart hazajönni. Sziládnak egy dobása van mindent a sikerre tett, felpintér László hegymászó írója a Mandinernek. Ugye, most már csak azt nézem. Ugye azt mondja, és ez visszatérő szöveg, ugye oxigénpalaszk, egyebek, erre vonatkozóan nincs kialakult írott vagy íratlan szabályprotokoll, kérdezi Pálfi Dániel Ábel, a Mandiner újságírója, válasz nincs, a hegyen farkas törvények uralkodnak, nincsenek korlátok, nincsenek szabályok. Szabad a taktika, mindenki olyan csúcsmászó időpontot választ, amilyet akar. Itt kizárólag az úriemberségben idézőjel lehet reménykedni, de van olyan helyzet, ahol senki nem tud úriember lenni. Társadalom kicsiben. Ez régen egy nagyon-nagyon romantikus közegnek számított, és alapvetően a mászók pontosan a. nem mindenki de a mászok nagy többsége egy picit, pont a más világ jelleget keresi ebben a mászásban, picit eltávolodni a, a társadalomtól, meg a hétköznapi e, dolgoktól, mert ott tényleg minden nagyon tiszta, minden nagyon, inkább úgy mondom, letisztult e, érzések és, és, és motivációk vannak. Ugyanakkor pontosan a a, népszerűségével, a, a a népszerűség növekedésével és a megérkező magashegyi turizmusnak a, a fejlődésével együtt most már valóban tömegek számára elérhető nem csak az alaptábor tényleg, hanem maguk a csúcsok is. És ezekkel, ezekkel de a nincs, tömegekkel jönnek ugyanazok igen, a dolgok, amik a társadalomban is benne vannak. Azt, nem tudom, hogy látte a Lavina című filmet. E, láttam olyan filmet, aminek ez volt a címe, de nem tudom, hogy ugyanarról beszélünk-e. Valószínűleg ugyanarról ennek, ugye több változata volt, volt folytatás, és ugye a Lavina arról szól, hogy huágyút használnak egy nem túl magasan lévő síparadicsomban. A síparadicsomban a gazdag emberek, vagy nem gazdag emberek, de ezek uh -huh. külön, a gazdag emberek kint vannak a teraszon, ott esznek, rendszeresen alkalmaznak hoágyút, Ilyen ilyen robbantásokat annak érdekében, hogy ne legyen e, lavina, ezek mesterséges lavinák, de ugye csak a szakember tudja megkülönböztetni a mesterséges lavinát, a nem mesterséges lavinától is. Egy ilyen robbantás következtében egy hógörgeteg úgy kapja el a teraszt, e, hogy az félelem érzetet kelt az ottaniakban, és egy család, ahol emlékezetem szerint van egy feleség, és talán gyerek. Pont nem látom a filmet rulem, hogy A Will Ferrell, aki a uh -huh. főszereplő elmenekül. Megijed. A feleség semmi más nem vár tőle később, mint hogy kérjen elnézést tőle, uh -huh. amit tett, mert hogy ott hagyta a családját. Will Ferrell pedig végig azzal küzd, hogy nem akarja bevallani, hogy ő gyáván elfutott. Uh -huh. Mindenhol van úri emberség, mindenhol vannak szabályok. Egész egyszerűen nem tudja túltenni magát a saját gyávaságán. Ugye itt, amiről ön ír, Ugye szóba kerül a, 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 az agyödémá, jeleket mutató emberek otthagyásáról, más-más szóval, serpa által. Nagyon nehéz ezzel a szituációval mit kezdeni, azonosulni meg szinte lehetetlen. Ezt el tudom fogadni. Ezt abszolút el tudom fogadni. Ugyanakkor a mászásban, főleg ezen a szinten pontosan az a lényeg, hogy mi magunk a saját képességeink által mire vagyunk ott képesek. Igen, de nekem hirtelen a foci jutott az eszembe, ahol valaki fetreng a földön, és a másik csapat ezzel nem törődik. Ugyanakkor van egy olyan pillanat, amikor lehet, hogy rövid idő elteltével, vagy hosszabb idő elteltével egyszer csak valaki fogja és kirúgja a labdát, mert azt látja, hogy annak az embernek segítségre van szüksége. Ez itt ebben nem működik. Ez itt ebben néha működhet. Azt írja fölül, hogy ott, aki kirúgja a labdát a foci pályán, annak gyakorlatilag csak egy, egy kirúgás döntése. Az, hogy azt azt a labdát. Így van, így van. Itt viszont. Itt, itt, itt viszont. Itt valójában akit... én, ha mászok, és belekölt, elköltöttem 15 millió forintot, és ki tudja, hogy a Global Unió legközelebb támogat-e vagy sem, azzal nézek szembe, hogy ha önnek segítek, akkor lehetséges ez a segítség az én csúcsmászásomba kerül. Ez is benne van, ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy ott segíteni nagyon-nagyon komoly erőtartalékokra van szükség. Erről beszélek? Ez Tehát, azt feltételezi, hogy én megmentem a Pintér Lászlót, cserébe, idézőjelben nem fogok eljutni a csúcs. Nem jól fogalmaztam. Tehát adott esetben azt mondom, hogy kapacitásunk sincsen. Se fölfele, se lefele. Előfordul olyan, hogy valaki fölfelé elsétál. Van ilyen. Én a mostani szituációban nem tudok ilyenről. Hogy lett volna mondjuk olyan tartalékben, hogy egy mozgásképtelen embert lehozzanak onnan. De az teljesen egyértelmű, hogy itt mentés 8000 méter fölött, nagyon-nagyon ritka Én ezt mindenre értem, és hogyha ön ellenpéldát akarna mondani, mindjárt mondok saját magam. Én ugye atletizáltam, ott a gátfutók, ha elesnek, akkor nem szoktak a többiek leállni és felsegíteni. Igen, de erre megint tudok mondani egy olyan példát, és én magam nem szeretem a relativizálást, de nagyon-nagyon sokan kérdőjelezik meg ezt, hogy milyen világ az, ahol az ember nem segít a másiknak. Nézzük meg, ha mondjuk Budapest valamelyik utcán... Ne, ne, ne nézzük a, meg, az nem tehát sport. Jó, de... A fair. Itt, itt a humanitását kérdőjelezik meg a segítség adás hiányának, bocsánat. Tehát, ha, ha a humanitást kérdőjelezik meg, akkor, Egy akkor fair, minden ember pedig menjen oda segíteni. Egyfajta hogy előjön ilyen példával, de mind a ketten önszülő? Még nem. De önnek is mondták, hogy ha én beugrom a kútba, akkor nem ugrik utánam. Ugyanez van. Tehát azért, mert az ember Budapest utcái mit lát, attól még a Monteveresten nem biztos, hogy ugyanígy kell viselkedni, ez már nem fog kiderülni, többet leszek a hátrali életemben Budapesten, mint a Monteveresten. Ugye itt a páfi Dániel, ábel való beszélgetésben, a Mandinerben, ugye beszélnek szabályozásról, a legérdemesebb szabályozáson ugye azt mondja, a legértelmesebb, ha felállítanának egy kvalifikációs rendszert, hogy ne engedjenek oda bárki, csak ezért, mert van pénze. Ugye ez hatalmas pénzbevétel, egy kicsi a valószínűsége annak, hogy ezt megteszik. Egy szabadrablásos üzleti verseny alakult ki, ön, vagy válaszolja a kereskedelmi expedíciónak nevezett szolgáltatás miatt. Ezeknél az ügynökségeknél nincsenek nagy etikai elvárások, lehetne szabályozni azt is, hogy mennyi mászó engedélyt adnak ki, de az szintén ugye pénzügyi kérdés. Igen. Igen. És az azért elég jól látszik egyébként, hogy, hogy ott azért a kormányzatnak sem feltétlenül az az egyetlen célja, hogy ott biztonságosabbá tegyen bármit. Tehát nagyon sok szabályt belengetnek minden évben, amit aztán vagy meg sem szavaznak, vagy vagy csak egyszerűen nem tartatnak be. Viszont jó mutat a sajtó felé. Ingen. Amikor az esti órában megállapodtak a Szilárd alaptábori hátterét biztosítani, biztosító nepáli ügynökséggel abban, hogy 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel felrepülni, egyben három serpát elindítanak Szilárdért, akkor az valójában a tisztesség által volt vezérelve, vagy akkor még fűztek reményt? Bármi ez is. Ismertük a realitásokat, de, de az utolsó reménysugár alapján úgy voltunk, hogy elmegyünk a falig, és azon tovább. Itt mindent megtesz az ember. Magyarul az, hogy ott maradjon a hegyen, vagy nem maradjon ott, az egy folyamat volt. Nem. Ha, tehát ez egy előre eldöntött információ volt, pontosabban döntés. A mászó is mindig így akar, nem mindig. A mászó majdnem mindig így akarná, a család nem mindig szokott ezzel egyetérteni, de itt, itt alapvetően az az opció, hogyha Szilárdot holtan találják, akkor az opció az volt, hogy ott marad. Mindenképpen. Ja, arról már korábban írt, csak ott nem idéztem, hogy a végrendeletét már korábban jóval elkészített, hogy ezen aztán változtatott-e, vagy sem, nem tudom. Erről nem én írtam, én erről nem tudok. Azt hiszem. Rendben van, Most nem emlékszem rá, hogy írtam volna róla. Jó, csak meg, megkeresem, a, megkeresem ezt a részt, akkor hogy tudjak önnek újdonságból szolgálni. Őszintén remélem, hogy nem lesz nagyon hosszú. Ugye, mint ez nincs vágva. Igen, itt van. Igen, újra terveztem, ez nem. Van a kezdetekkor nem féltem, bár bevallom, hogy az első expedíció előtt írtam egy végrendeletszerűséget. Ez szilárdnak a saját szavai. Anyagra is meg volt a biztonsági hátterem, ugye ő két menetben is élt Angliában, csak azért, hogy pénzt gyűjtsön. Igen, szilárd ugye angol tanár, és, és így e ebben a műfajban látta a lehetőséget abban, hogy saját erőből olcsóbb célokat kitűzve, de 8000 méteres csúcsok közé mehessen. Ugye neki Pakisztán volt az első első két, sőt az összes első, az első egy-néhány expedíció, mint, mint Pakisztánba ment, mert ott azért olcsóbbak a, a, a csúcsengedélyek. Vadabb is a környék, picit-picit romantikusabb az egész, mint pá Kevésbé komercializált, hogy így fogalmazzak. Egy tízes kellen tízesre volt eltökélt. Minimum. <laughs> 41-két évet élt. Hány évig lehet így hegymászni? Akár 90-ig is. Vannak, vannak öreg hegymászók. Itt azért a döntéseken túl nyilván kellenek szerencsés szituációk is. Tehát ezt maga Reinhold Messner mondta el, hogy a legnagyobb egymászónak tartanak. Ő nagyon-nagyon sokszor került nagyon-nagyon határhelyzetbe, és, és, és nem mindig a saját tudásán döntés. De május tört, 27-én történt az, hogy kérjük, hogy az elkövetkező időszakban tartsák tiszteletben a család magánszféleit, és az expedícióval kapcsolatos mindenemű információt interjúgényel forduljanak az expedíció sajtósához, Pintén Lászlóz. Ez egy tragédiának kellett bekövetkeznie. Én azt gondolom, hogy Tisztában vagyok azzal, hogy az én hozzáállásommal ezt a sportot így nem biztos, hogy lehet űzni, tehát ennek a hozzátételét ajánlom mindazoknak, akik, bár most már ideig eljutottak, most már a végéhez közeledünk. Um... Cégünket, a Global Union-t, Sojda Szilárd támogatása és tragikus kimenetelő halála miatt számtalan kritika írta, írja Juhász László ügyvezető tulajdonos, akit kerestem, de mostanáig nem reagált. Szilárdot 2017-ben Klein-Dávid Mászótársaként ismertük meg, egy partner találkozó keretein belül, hat év alatt nagyon sok közös programot, motivációs előadásokat és csapatépítő kirándulásokat szerveztünk együtt. Ugye tudni kell, hogy erről hosszan beszél különböző interjúkban Sojda Szilárd hogy neki milyen hétköznapjai voltak diákokkal, érdeklődőkkel, előadásokat tartott. Tehát ő egyben ennek a sportágnak, amit ő sportnak tart, a nagykövete is volt. Egyszerre űzte, és egyszerre volt nagykövete. Tehát úgy volt nagykövet, hogy neki ahhoz nem kellett visszavonultnak lennie, mint nagyon sokan, bár labdarúgóknál fordul meg időként más sportolóknak is, hogy már aktív korukban nagykövetek. Ez így van, és azt szerintem nagyon fontos kiemelni, nem csak a sportágnak, tehát nem csak a hegymászásnak volt a nagykövete, hanem inkább annak a kíváncsiságnak a természet felé. Ami, ami, ami egy teljesen egészséges dolog, és ezt főleg a, a gyerekeknél lehetett tapasztalni. Tehát egy kicsit kinyitni a szemüket a világra, és felkelteni az érdeklődésüket, nem feltétlenül extrém hegymászót nevelni belőlük. Tehát ha kellett, akkor ő egy fűtéscsőre beszerelt egy kötelet, és, és belelógott, és megmutatta a gyerekeknek, hogy ezt ilyet is lehet csinálni. De alapvetően a természetnek a, a, a nagyságát hirdette, azt gondolom, és azt, hogy azt, hogy érdemes álmodni, érdemes célokért küzdeni, akár a mindennapi szinten is, nem feltétlenül csak a hegyekben. Um, az egy ország döntése, hogy ott maradhatnak a holtestek? Látja, ezt nem tudom. Nem tudom, hogy biztos hozhatnának egy olyan szabályozást, hogy onnan minden, minden holtestet le kell hozni. Nem tudom, hogy emögött e mi, volt-e valaha bármiféle, nem tudom, diszkuszió a, a, nepáliak részéről, vagy akár más helyen, más hegyeknél. Adott esetben... Ez egy temető ott. jóna hmm, jó nagy sírkőnek lehetne nevezni, az biztos. Tehát ott azért ha jól tudom, több mint 200 holtest van. Ilyen nagyon hát nagy, hát nagy ilyen el állapotban. hát jellemzően megfagy. Van, van, tehát van akit a családja lehozott, mert, mert ők úgy akarják, főleg dél-kelet-ázsiaiak, vagy kelet-ázsiaiak. Hát igen, ki... ugye gondoljon bele a, a hajó szerencsétlenségbe, hogy nagyon sok ember számára a halál úgy elfogadható, ha egyáltalán elfogadható, hogyha a szerettét eltemetheti, és abban a sírban ott van a teste vagy a testének egy darabja. Igen. Ezek az emberek, akik erről lemondanak, erről is lemondanak. Nincs hova elmenniük. Lesz Suhajda Szilárdnak temetés? Amennyire tudom, nem. De ez megint nem az én hatásköröm. Lesz Suhajda Szilárdnak holtá nyilvánítása? Az biztos, hogy igen. Ez, az egy adminisztrációs eljárás. Ez egy, van, ez egy jogi dolog. Magyarul jelen pillanatban Magyarországon még adminisztrációilag, ha jól sejtem, most június 6-a van talán, mert a beszélgetésünk idején még nincs holtnak nyilvánítva. Amennyire tudom, valószínűleg nincs, de én, én, én ilyet, abszurd. Én, én, még nem. Hát, tehát, és, és, nem az én megint. Tehát, nem. Igen, el kell jönni a kejfejelcsükből, és ott az ember kap ilyen kérdéseket. Vagy ilyen dolgokban is az ember érdeklő. De az előző tudományokból nyilván, tehát az előző esetek kapcsán lehet tudni, hogy, hogy ezek általában hosszú folyamatok szoktak lenni. Hova megy hozzá tartozó lerúni a kegyeletét? Ezt ő tudja. Talán azokat a helyeket, amelyeket egyébként e, tudja, hogy szilárd szeretett, azok a helyek, azok biztosan különlegesek számára. Milyen állapotban van most a feleség? Erre általában azt szoktam mondani, hogy pont olyan állapotban van, mint ahogy bárki lenne, amikor elveszíti a férjét és a gyerekei apját. Mint egy hétköznapi átlagember. Pontosan úgy. Hogy van a gyerek? Erről nem szeretnék beszélni. Hogy van az apja? Nem szeretnék a családi dolgokba belemenni, hogy mert Hogy van? Mondjuk nem... úgy, hogy voltam már jobban is. Igyekszek a feladatoknak helytállni. Nekem azért voltak családi tragédiáim jó pár. Úgyhogy ez picit talán is korai gyerekkortól kezdve. Tehát én hat éves voltam, amikor elvesztettem az apámat, és és viszonylag hamar még volt egy pár haláleset a családom belül, úgyhogy uh, lehet... Ön te az lehet lehet valaha is? Igen. Mert? Az Alpokban, Ausztriában. Min múlott? Szerencsén. Mi volt? Kicsúsztam egy hófolton. Rossz döntés. És Hova csak Hófart csúszott ki? Egy, 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 uh, egy 3000 méteres hegynek az oldalában mondjuk nagyon közel a célhoz, 1800-900 méter magasan, 150 méterre az völgy aljától, utolsó hófolton, és egy 80-90 méteres, majdnem függőleges vízesés szakadék fölött. Csúsztam, 30-40-50. Mi méteret. vagy kimentettek? A szerencse. Ahogy csúsztam, beletrappoltam egy kőbe, egy ciklába, ami megfogta a, a, az esésem. Onnan visszatoltam. És onnan visszatartottam. Egyedül. Egyedül. Segítség egy nélkül. Igen. Követünk-e hülyeséget az életünkben elég, elég sokan? És azt gondolom azok is, akik szilárdot bírálják. Én nem tartozom azok közé, akik bírálják. Nem is tudom, hogy mi alapján bírálják. Ennek örülök. A kérdések nem bírálatok voltak, Persze. ezek kérdések voltak. Az, hogy őző, ezt leírta saját magáról. Ez egy mese. Mondjuk. Van-e tanúság? Ezen nem gondolkodtam még, de ez egy nagyon jó kérdés. Hm. Meg, meg kell az embernek tényleg próbálni minden, minden szituációban jól felmérni a, a határait. Talán ez, ez, ez lehet egy tanulság, de... De most ha az egész... arról beszélgettünk, hogy akkor, amikor neki ezt a tanulságot le kellett volna vonnia, vagy ezt a következtetést meghoznia, nem volt olyan állapotban. Ez lehet, hogy így van. Akkor mi valószínűleg, van, valószínűleg így van. Ümm, nem tudom. <laughs> Tényleg, nem. Nincs tanulság, olyan is van? Ümm, én azt gondolom, inkább a, inkább a társadalmi reakcióra lenne fontos a tanulságot lenni. Mi a társadalmi reakció? A társadalmi reakció nem más, mint hogy az esemény kiment a nagy nyilvánosság elé, és onnantól kezdve a dolog kezelhetetlenné válik. Ha ez nem kerül ki a nagy nyilvánosság elé, mi sem beszélgetünk. Ez lehet. Én arra célzok, hogy ettől függetlenül lehet és kellene tisztelni azokat az embereket, akik, akik az álmaikért küzdenek, akik, akik mernek és kitűznek maguknak komoly célokat, és, és, az ez alatt megélt örömöket, élményeket átadják, és értéket teremtenek, mert azt gondolom, De hogy szilárd mások vitatják ennek a célnak a jelentőségét, vitatják? A cél jelentőségét lehet vitatni. Az, hogy, az, hogy szilárd ezekkel ezreket, tízezreket, nem tudom, nagyon-nagyon sok mindenkit is inspirált, azt viszont nem lehet elvitatni. Tudja tényleg. mi a bont? Azon hogy a hétköznapi a suhaidának nem voltak úgy bemutatva, mint ez. Tehát akkor, amikor tanított, ha most lenne egy dokumentumfilm, ami elkísérte volna oda, és nem most mutatná mm -hmm. be, hanem korábban. Esz... Hiszen kiderül, hogy ennek az embernek teljesen normális hétköznapjai mm -hmm. voltak, és ezeket a hétköznapokat is azon, annak a bűvöletében élte, ami egyébként 8700 méteren, vagy 8800, mm -hmm. fogalmam nincs, hány méteren volt. Itthon is ezt töltötte ki az életét. Idegen vezetett, túrákat vezetett, gyerekeket avatott be, megmutatta a felszerelést, de annak korán se volt, én legalábbis nem találtam olyan sajtója, mint ahogy ennek az eseménynek. Ki lett ragadva, és ennek a kiragadottságnak, ennek az extremitásnak, Pintér úr, a sajtóban ez a következménye. Eszi, nem eszi, nem kap mást. Ezt én tudom, ugyanakkor azt gondolom, hogy a médiának óriási felelőssége van egy ilyenben. Ugyanis a média csak akkor beszél, szinte csak akkor beszél a hegymászásról, ha valaki meghal. Ebből kialakul egy torz kép, egy torz percepció az emberekben arról, hogy ez egy teljesen halálos sportág. Akkor nem írnak róla, amikor nagyon-nagyon sok ezer ember akármilyen szinten, de komoly sikereket éler, hazatér, meg, megöregszik, mert ez mert nem hozza a kattintást, már... És azt gondolom, hogy ezt a fajta felelősséget nem lehet a, akár a, a mászóra, vagy a mászó sajtó munkájára tenni mert küldhetek én sajtóközleményt, hogy ha, ha a sajtónak az inger küszöbét, az nem üti meg, ön is a sajtóból hogy tudja nagyon jó, hogy miket kell ahhoz letenni, hogy, hogy, valami érdekes legyen. Én azt gondolom, hogy itt a legszomorúbb ebben az egészben az volt, hogy egy, egy fejlődő és végül kialakuló tragédiát odatoltak az emberek arcába úgy, hogy ezek az emberek nem voltak rá felkészítve, hogy hogy kell az egész de Én nem tudom elfelejteni a feleséget, amit látom, hogy sír, És én elfordultam, mert úgy gondoltam, hogy nekem ez nincs közöm, de nem volt ott ember, aki egyébként ezt vagy kivágatta volna, vagy pedig nem engedélyezte volna. És ez nem egy film. Ez így van. Nagyon örülök, hogy... Erre mi folyamatában jöttünk rá, és amikor megkoztuk a döntést, meghoztuk, de akkor már nyilván késő volt. Ketten voltuk rá is, és igazából nem a média volt a prioritás, hanem hanem az események, Cselekvés, cselekvéseknek az indítása, menedzselése hiba. Persze Igen. persze hiba. Hát csak azt tudom mondani, ami ugye filmekben is időnként a kejfejhelyenségben is előfordul, hogy a az ember azt mondja, hogy kétszer is gondolja meg, hogy kötélnek áll -e, mert utána már nem lesz olyan az élete, mint előtte volt. Ezzel együtt nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Őszintén sajnálom az apropót. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.